Azért fontos a földnapja, mert az ember az a földnek, a természetnek a része, de talán azért fontos kihangsúlyozni, hogy ez a föld védelméről, a környezetnek a védelméről szól, mert nagyon kevés olyan alkalom van, amikor erre igazán fel tudjuk hívni a figyelmet. Minél több energiát rakunk egy dologban, annál nagyobb eséllyel valósulhat meg. Én egy kicsit talán finomítanám, hogy nem a földgolyót kell védjük, hanem saját magunkat. Az ember saját magát pusztítja, és gyermekeink jövőjét veszélyeztetjük leginkább. Nagyon-nagyon fontos, hogy minél több ilyen összejövetel és rendezvény legyen. Április 21-én ingyenes, családi programokkal, interaktív bemutatókkal és játékos, edukatív előadásokkal várták az érdeklődőket a Ferenc téren, a Föld napja alkalmából. Mese, koncert, gasztroplac, dekoráció készítése újrahasznosított anyagokból, és még sok minden más várta a résztvevőket. Ezen a napon olyan tevékenységeket emelünk ki, mint például a kerékpározás, akár a futás, úszás, és ugye fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre. Míg a kicsik élő mesét hallgattak, addig stábunk ellátogatott a Bringa placra, de arra is kíváncsiak voltunk, hogyan készülhet a vízből kihalászott szemétből egy használható kajak. És azt szeretnénk, hogy minden városba, bárhonnan A-ból B-be el lehessen jutni kerékpárral. Ehhez az kell, hogy elengedjük az autókat, legyen az benzines, dízeles, elektromos, mind a három ugyanúgy szennyezi, hol közvetlenül az autóból szennyezi a levegőt, hol pedig ugye az akkumulátorgyárak, az atomenergia, a sok minden, ami kell ugye az elektromos autókhoz. Ezek mind hál' Istennek nem kellenek a kerékpárokhoz. A filozófiánk szerint a hulladékot, amit a folyóból kihozunk, azt szeretnénk visszajuttatni értékes formában ugyanoda. Ezért mi maximálisan megpróbáljuk ezt szétválogatni különböző értékes anyagokra, és olyan termékeket előállítani belőle, ami mondjuk akár a folyón lehet hasznos. És így született meg ez az installáció is, ami bemutatja ezt a folyamatot. A legalsó állomáson láthatjuk azt a vegyes hulladékot, amit mi a folyóparton találunk, majd a szétválogatást követően kikerülnek belőle különböző típusú műanyagok. A műanyagok, amit újra lehet hasznosítani, azokat még szétbontjuk, tehát 7 frakcióra bontjuk szét még a műanyagokat, különböző megmunkálási technológiáknak megfelelően, külön válogatjuk a kék anyagokat is például, majd ezt ledaráljuk, erre azért van szükség, mert így egyrészt kevesebb helyet foglal, másrészt sokkal könnyebben olvasztható. De ennél van egy még kisebb változat is, amikor mint egy malomban megőrölik nekünk a hulladékot. És hát ugye a malomban őrlik a lisztet is, ez egy műanyag liszt, csak mi nem kenyeret sütünk belőle, hanem kajakot. Tehát ez a kajak, ez tiszai műanyag hulladékból készült, és teljesíti azt az elvet, vagy beváltja azt a hozzáfűzött reményt, hogy a Tiszából kifogott hulladékot vissza tudjuk vinni a Tiszára, és evezhetünk vele. Elviszlek egy helyre, gyere! Szóval itt a kiállításban, a folyómentő kiállításban végig bemutatjuk azt a munkát, azt a küzdelmet, amit 10 éve folytatunk, több mint 10 éve a Tiszáért. Ugyanakkor ez a küzdelem, mert fontos megemlíteni, hogy ez egy hirtózatosan nagy kaland is. Tehát a természet szeretete visz minket oda, a kaland és a közösség tart minket ott. És nem csak hulladékgyűjtésről szól a munkánk, innováció, újrahasznosítás és edukáció, szemléletformálás. Eddig több mint 6 országot jártunk be, hogy megmutassuk, hogy mivel foglalkozunk. Az ingyenes programokon egyaránt jól érezhették magukat kicsik és nagyok is.